Ilyen lelkes szurkolók látogattak ki a Spari első edzésére, az NVSC Cisza-Vasvári úti pályájára. Az érdeklődők több új arcot is láthattak. Az már biztos, hogy a Nyírbátorból kölcsönből visszatérő Vámos Márk, a Balmazújvárosból érkező Kónya Márk, a legutóbb Cigándon szereplő Úr László, a Vasas volt kapusa Hermány Bence és a debreceni Kártik Bálint Nyíregyházán folytatja pályafutását. Több játékost még tesztel a szakmai stáb, és az érkezők számát látva biztos, hogy Mátyus János vezetőedzőnek ismét új csapatot kell építenie. Azt mondtam a srácoknak, hogy úgy látszik engem itt Nyíregyházán ez végigkísér, harmadszorra épített teljesen új csapatot, eddig kétszer megoldottuk, most is nagyon bízom, hogy sikerül valóban, nehéz szívvel elköszöntünk a légiósainktól, két embernek a sorsa még kérdése, Sopszienk, illetve a Alsányénak a jövője az még nem teljesen dőlt el, nagyon szeretem nálunk folytatnánk, hiszen magyar emberekről van szó. Valóban elkezdtük a munkát, rengeteg új játékos, rengeteg új arc van már most is, de még mindenképpen számítok jó néhány új arcra a csapatnál. A klub tulajdonosa szerint nem könnyű megfelelő játékost találni, ráadásul a válogatott Európa-bajnoki szereplése a hazai játékos piacra is hatással van. Tárgyalunk játékosokkal, nem könnyű most megegyezni, mindenki kivár, vagy több vasat tart a tűzbe, NB1-es ajánlata is van, netán külföldi próbajátékra is indul. A menedzserek se igyekeznek sürgetni ezt a dolgot, mert bízva a magyar válogatott jó szereplésébe gondolják, hogy nőni fog a játékosoknak az értéke, ami egyébként is magas, úgyhogy nem egyszerű feladat, de megvannak a jelöltjeink, 17-18 fővel ez most a Jani, 24-25-ös keretet szeretnénk kialakítani. Nem volt ott a többiek között Szécsi Márk, aki egyelőre még rehabilitációs munkát végez. Másfél hónapja műtöttek, szépen alakul, hál' Istennek a hasam, ez a lágyéksér műtét volt. Hát igen, természetesen nagyon szívesen beállnék a csapathoz, azért két hónapja nem nyúltam labdához. Későn diagnosztizálták ezt a sérvet, aztán, de úgy néz ki, hogy most már rendben leszek, egy három hét még kell, és én is a csapattal mozgok majd. A Spari július 11-én Abaúj-Szántóra utazik edzőtáborba. A tábor előtt, alatt és után is játszik felkészülési meccseket a csapat. A 20 csapatos NB2-ben július 30-án rajtol a bajnokság.